Sós kúton épül meg az eredetileg Alsó Zsolcára tervezett szlovén akkufeldolgozó üzem. A gyár létesítésével kapcsolatban komoly társadalmi ellenállás alakult ki Alsó Zsolcán. Sós kúton sem örülnek a projektnek, de a lakosok és a polgármester is úgy látja, kormányzati szinten már eldőlt a beruházás sorsa. Vendégünk Csőzik László és Kőnik Ferenc. Kőnik Ferenc, Sóskút polgármester, Csőzik László pedig Érdély. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jól fogalmaztunk, hogy gyakorlatilag beletörődtek Sóskúton, hogy eldöntötték a fejük fölött, ez most már így van? Ez jó kérdés szerkesztő úrtól. Vannak olyan beruházások Magyarországon, amit a kormány akkor is át fog vinni, ha esetleg a lakosság nem úgy látja, vagy nem úgy érzi. Sóskúton lakosság nem tudom, hogy mit fog mondani. Ugye pártrendezvények lesznek holnap is, meg eddig is, meg plakátolnak a pártok, mozgolódnak, mert választások jönnek, azért jó lenne meg egy-két szét ilyen olyan helyen, de a lakossággal mi kedden fogunk találkozni, közvetlen beszélgetéssel, és akkor... De hát nyilván vannak első benyomásai, de hát azt nem gondolom, hogy még senkivel nem beszélt a településen azóta, hogy ez a hír felröppent. Nézze, nagyon kevés emberre beszéltünk, igen, beszéltem olyan emberekkel, akik mondjuk a Jászberényi országgyűlési képviselő, Érd alpolgármestere, meg többekkel, akik bejöttek, különböző dolgokat csinál. Nincs Sóskúton laknak? Nem, hát mondom, Jászberény. Hát azért kérdezem, mert de meglepett. Hát, tessék? Mert meglepett, tehát én azt gondolom, hát hogy a sajátjaival beszélgetni. Nem, meglepett engem is, mikor egy tanácskozás közben bejön a titkárnőm, és azt mondja, hogy 3-4 ember vár. Kimegyek, és láttam, hogy Jászberény országgyűlési képviselője, aki jött útmutatást mondani, hogy hogy kell ezt nekem kezelnem. Hogy kell kezelnie? Most hát Csőzik úr majd mindjárt. Jó, hát ahogy az ő pártja gondolja. Az ő pártja az melyik párt? Megnevezhetem? Igen, ahogyne, sőt. Én úgy tudom, hogy LMP. És meg akarták mondani, mi a véleménye? Hát kit kell felhívni, kit hívjak fel, kivel beszéljek a következő időben, ki fog majd nekem mondani, meg tanácsot adni. De az LMP, hát egy zöld párt, tehát nyilván tiltakozik az ellenek, hogy ez a csomborás történjen, ez teljesen logikus. Alsó Zsolcán is tiltakoztak, ugye azt mondja, hogy lehet, hogy bele kell törődni, mert a kormány átviszi. Alsó Zsolcaiak nem törődtek bele, így került önökhöz. Ez azért érdekes dolog, mert Alsó Zsolcán tudomásom szerint már volt, és hogyha megnézik az internetes előző cikkeket, nem akarok mutatni, ott történt egy robbanás néhány nappal ezelőtt. Azért én utána néznék, hogy az iskolától mondjuk néhány száz méterre milyen gyár robbant fel Alsó Zsolcán, érdekes dolgot találnának a tévések, igen. Na mire gondol? Hát akkor most már mondja ki, ne sejtesse. Az én információm szerint igen, egy akkumulátor dolgozó ilyen sufni tuningba. Hát akkor mégiscsak veszélyes ez az akkumulátor dolog. Ha úgy csinálják, hogy sufni tuning. Mit gondolnak erről az érdiek, akinek a szomszédjába települ a gyár? Mi nem vagyunk ennyire nyugodtak, és nem vagyunk ennyire beletörődőek. Mondom ezt úgy, hogy polgármester úrral hát több évtizedes kapcsolat fűz össze minket. Remélem most ez az ügy, ez nem lesz ennek kerékkötője, de ahogy én most ezt elhallgattam, itt lehet, hogy el fognak válni a vélemények meg az érdekek. Érdettől tart. Tehát a mi önkormányzatunk tavalyi esztendőben elfogadott egy olyan határozatot, azt hiszem, hogy konszenzussal is, tehát még a fideszes ellenzék is vagy betartózkodott rá, vagy megszavazta, hogy Érd nem akar akkumulátorgyárakat, akkumulátor összeszerelő üzemeket látni a saját területén, tehát mi nem fogadunk ilyet. A probléma az, hogy Sóskút túl közel van. Tehát Tárnok, Sóskút és Érd szinte összenőtt. Sóskút egy község, tehát 3500-an lakjátok most körülbelül. Az Érd lélekszáma közelíti a 80 ezret, és nekünk a parkvárosi területeinkhez ez a beruházás nagyon közel van. Még közelebb van Tárnokhoz, tehát a legközelebb talán a tárnoki lakóházokhoz. Ezért aztán nem mindegy, hogy hogy nézünk erre a beruházásra. És az előjelek azok baljósak. Tehát nagyon negatív dolgok sülnek ki, jönnek ki folyamatosan. És az, hogy Alsó Zsolcán elutálta a lakosság, a polgármester úrral karöltve, egy nagyon kemény határozott nemet mondott az önkormányzat, az nem egy túl jó message most ide Érdre. Tehát mi nagyon alaposan szeretnénk ezt körbejárni, komolyan veszük ezt a dolgot, hiszen együtt sírunk, együtt nevetünk ebben a térségben, összeérnek a települések. Nem az van, hogy itt 10 kilométer távolság van a kettő között. Ez érintheti a mi vízbázisunkat, a felszín alatti vizeket, érintheti a talajt, a levegőt.
a levegő szennyezettségéről nem is beszélve. Szóval egyelőre az elején vagyunk, olyan értelemben, hogy sokasodnak a kérdőjelek és a kérdések, annyiban meg nem, ha jól tudom, februárban kezdeni akar az üzem, miközben semmit nem tudunk róla. Sőt, ugye 13 milliárd forintot költenek el arra, hogy ott létrehozzanak 160 munkahelyet, gondolom ez a vonzó ebben Soskutnak, azért ott lesz iparűzési adó, munkahelyteremtés, nyilván ez az, amire ön azt mondja, hogy ez igen. Nem. Nem? Nem mondom. Nem. Akkor mire mond igen? Azért nem mondom, mert Soskut igen egy nagyon alacsony helyről jött, nagyon magasan vagyunk már. Tehát Soskuton a munkahely kérdés az azt jelenti, hogy valószínű, hogy az ipari parkunkba a csecsemőket is beszámolva és az aggasztjánokban nincs annyi lakosunk, mint ahány munkahelyünk van. Az iparizési adónk bevételét én azt gondolnám, hogy 50-60 ezeres városok is megirigyelnék. Ez a képviselőtestetnek az utóbbi 10-15 éves munkája, hogy oda vállalkozókat hozzunk, olyan nemzetközi és magyar vállalkozókat, vállalatokat, amik komoly adóbevételt jelentenek nekünk. Ezt értem. És tehát most úgy gondol erre is, hogy ez egy veszélytelen beruházás, ami komoly adóbevételt hoz, és ennyi? Nem gondolunk se adóbevételre, semmi. Akkor mire gondolnak? Tehát voltak olyan cégek valóban, tessék? Akkor mire gondolnak? Tehát én látom, ön mosolyog. Már ki? A képviselőtestület vagy például ön. Igen. Hát Csőzik úr aggódik, igen. Ön mosolyog. Na jó. Az ön földjére kerül a gyár, igen. A Csőzik úr meg a szomszédnak aggódik. Na most azért... bontakozik ki, hogy ez a dolog eldőlt tőlünk függetlenül. De szerintem meg nem. Tehát azért polgármester úr felén azt kérem, hogy gondolj azt a szomszédokra, gondolj ránk, meg gondolj Lukács Lacékra, a tárnoki, a Lukács polgármester úrra. Nekünk ez fontos. Igen. Járjuk körbe, tájékozódjunk együtt, győződjünk meg arról, hogy miről van szó, és ha az jön ki, ami Alsó-Zsolcán kijött, akkor mondjunk együtt határozottan nemet erre a dologra. Menjünk el a falig, a lakosság védelmében. Nem hiszem, hogy ti annyira rá lennétek szorulva erre az iparűzési adóbevétel. Dübörög a Sóskúti Ipari Park, hála Istennek jól van, bár nekünk lenne ennyi beruházásunk. Na tessék, de most akkor nagyon komolyan, semmi kétei nincs önben, hogy ez veszélyes üzem, hogy gondot okozhat, hogy szennyező lehet, hogy a levegőt, a talajt, a vizet, bármit is szennyezhet. Értem, értem a kérdést. Hadd mutassak két csomagot, hogyha lehet. Ugye, azt, ugye, jó, köszönöm szépen. Ez maga az akkumulátor. Ez egy ilyen, mindegy, pincértáska, ha ez így ki van bontva. Itt lehet látni, mint egy pincértáska kibontva, fényes, minden, ez az akkumulátor. Nagyon nem szeretném, hogy ilyen pincér jönne hozzá. Így van, így van. Ami ebbe érték, nem ez a csillogó rész, hanem ezek a porok, amit vissza dolgoznak. Magyarországon az akkumulátorgyártásban egyetlen egy gyár nincs. Viszont termelik az akkumulátorokat. Gyártják sorba, de hulladékot. Nem azt a régi akkumulátort lenne a lemerültet, hanem a gyártás során keletkezett hulladékot. Állítólag az a 30%-a majdnem a gyártás. Úgy van, de nem ennél több, mert a gyár kezdetésnél 70-80%-ot is elérheti a hulladék. De látja, mi történt? Igen? Lesöpört az asztalról. Elrakom zsebre, Isten bizonyos. Ne rakja el zsebre, fantasztikus takarító munkatársaink vannak, de én azt akartam kérdezni, hogy ez a por, ez majd nem fogja belepni Sóskutat, mint itt az asztalt? Nézze, mivel az a technológia, amit lenne itt fényképet is, amit tudnék mutatni, az a technológia, amit nekünk bemutatott a külföldi beruházó, nem, tehát úgy mondanám, megnyugtatott részben. Ezt a hátunkra kaptuk, ezt a beruházást. Mert akkor ezt elfogadja kézténként, hogy ez így van, és punktum. Nézze. Ki mondta? Mondta valaki, hogy ebbe bele kell állniuk? Tehát mondta valaki, hogy Sóskutiak hiába ágálnátok ellene, ez így van, és kész? Ez nincs még kommunikálva, mert én mondtam, jövő kedden meg van hirdetve lakossági fórum, ahol minden egyes sóskuti lakost várunk, jöjjön, tegye fel a kérdést, ott lesznek a beruházástól, a beruházók, és minden kérdésükre választ fognak. Csőzik úr? Szeretnék én is részt venni, ha lehetséges, kolléga úr. Na most én ahelyett, hogy megnyugodnék ettől a beszélgetéstől, egyre inkább nyugtalanabb leszek, mert azt látom, hogy teljesen sötétben tapogatózunk. Tehát most el lehet képzelni, hogy bejönnek ezek a kiszuperált akkumulátorok, ugye a cég feladata az, hogy ezeket földolgozza, újrahasznosítsa. Ki tudja, hogy milyen technológiával dolgozik. Mindösszesen annyit tudunk, hogy szlovénok. Szlovéniából jön. Na most józan paraszti észre fölteszem a kérdést, miért kell átjönni Magyarországra ehhez?
tehát miért nem tudja ott elvégezni ez a céges társaság ezt a tevékenységét. Mindegy, Alsó-Zsolca nem kér belőle, most eljön ide az agglomerációs kertvárosi övezetbe, ahol a lakók ebből nem kérnek, köszönik szépen. Sóskút lehet, hogy kér belőle, de ott vagyunk légvonalban 3-3,5-4 kilométerre, tehát ez minket ugyanúgy izgat, ugyanúgy érdekel. Én azt kérném szépen minden érintett szereplőtől, hogy ne csak sóskúti önkormányzatot, hanem érdi önkormányzatot, tárnoki önkormányzatot is keressenek meg. Tárnokon is lesz lakossági fórum, nem ússzuk meg, nem is akarjuk megúszni, Érden is szeretnénk belőle egy lakossági tájékoztatást, egy fórumot tartani. Én azt hiszem, ennek ez a normális rendje. Ha nincs takargatni való, akkor mitől félünk? Tehát vágjunk bele, hallgassuk meg őket, járjunk körbe. Sajnos itt az van, hogy ez nem egy zöldmezős beruházás, vagy nem olyan is sajnos, hanem rögtön kezdenek. Anélkül, hogy bárki bármit tudna arról, hogy milyen anyagokat szednek ki ebből, milyen technológiával, mi lesz a kármentesítési tervtől kezdve, az alkalmazott módszerekkel, és. Most nekem, bocsánat, az jön le, és azért szomorodtam, mert most én úgy látom, hogy Sóskút ezt elszenvedi. Ezt elviseli kényszerűen tudomásul véve azt, hogy van egy erősebb kutya, amelyik hát elvégzi a maga dolgát, ami kárunkra lehetséges. De polgármester úr, ebben bele kell törődni? Vigyék el máshova. Mert most erre is rábólított, hogy elszenvedi Sóskút. Igen, nézze szerkesztő. Egy zárszót, legyen kedves. Nem akartam ennyire mélyre menni. Érdem van egy olyan utca, két ház között van egy akkumulátor. Feldolgozó ugyanezt csinálja. Centiméterre. Egy magánlakásszerű. 15 négyzetméteres, polgármester úr nyilatkozta, 15 négyzetméteres itt a cikk, 15 négyzetméteres feldolgozó. Na most ott egy biztonságtechnikát mindent beépíteni 15 négyzetméterbe, mikor ugyanezt csinálja, ugyanezt dolgozza fel, vagy egy kész épületet, amit megvizsgáltak szakértők, és az állam, mondom, Magyarországon ezt a hulladékot nem használt akkumulátor, ez soha nem volt akkumulátorba, ez a gyártás során keletkezett selejt. Ezt több ezer tonna, tízezer tonnák lehetnek a gyárakba. Nem akarjuk a fénye miatt és a rész miatt. Hogy fogják odaszállítani Sóskút? Naponta egy kamion, amit feldolgoznak és el is viszik. Az nem egy nagy mennyiség. És minimális, hozzáteszem. Érdekes. Most az állam ugye kiírta a napelemparkot, a pályázatot biztos. Igen, persze. Tisztában van. 2.500.000 kilogramm ilyet adnak most a lakosoknak. Abba, amit kiírtak, 2.5 millió kiló akkumulátor van. Ki fogja azt gyártani, ki fogja azt a hulladékot elrendezni, és ki fogja azt ellenőrizni. Erre, amit itt látunk fényeset, erre már a maffia és a úgy mondanám színes fém feldolgozó kisiparosok már mozdulnak. Ez egy biztató hír. Legalább valaki örül. Most maradjunk abban, hogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a lakossági fórumokon. Remélem, hogy a kollégáinkat is szívesen látják, hogyha oda látogatnak. Nagyon szívesen látunk. Polgármester úr, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.